Az összhaderőnemi parancsnokságon rendezett ünnepségen elsőként Huszár János vezérőrnagy megbízott parancsnok méltatta az egykori jogerőt szervezetnél dolgozók érdemeit. Mint mondta, a katonai szervezetek, főként a parancsnokságok átalakulása leképezi a társadalmi politikai változásokat. Az eltelt több mint fél évszázad alatt a székesfehérvári parancsnokság vezette a magyar haderő gerincét, fő erejét jelentő szárazföldi csapatokat. Szárazföldi szervezetek döntő mértékben járultak hozzá hazánk biztonságának szabadalásához. Dr. Benkő Tibor vezérezredes honvédvezérkarfőnök köszöntőjében egyrészt tájékoztatta egykori mentorait a magyar honvédség jelenlegi kihívásairól, másfelől felelevenítette az 5. hadsereg parancsnoksághoz fűződő személyes emlékeit is. Én azt mondtam, hogy önök és ti vagytok a mi tanítómestereink. Mi próbálunk haladni nyomdokaitokban. Azokat a tudásokat, azokat a képességeket, azokat a felkészültségeket, azokat a tapasztalatokat, amelyeket átruháztatok ránk, mi azt hasznosítjuk. És illesztjük a napjaink elvárásainak, követelményeinek megfelelően. Az ünnepeltek nevében Linden Miklós nyugállományú altábornagy vázolt fel néhány részletet az 5. hadseregparancsnokság emlékezetes éveiből. Mint 55 év távlatából megállapította, az akkori parancsnokság képviselte szakmaiság több tekintetben ma is alapja a haderőnek. A rendezvényen a honvédvezérkarfőnök emléktárgyat adományozott Linder Ferenc nyugállományú altábornagynak, míg Huszár János vezérőrnagy, a jogelőtt szervezet két alapító tagja, Ollé Ferenc és Jobbágy Antal nyugállományú ezredesek szolgálatát honorálta elismeréssel. A két tábornok ugyancsak ajándékot adott át azoknak a meghívottaknak, akik idén ünneplik jubileumi születésnapjukat. Az ünnepség zárásaként a résztvevők közös koszorút helyeztek el az Összhaderőnemi Parancsnokság épülete előtti emléktáblánál.